Tovább szigorított a kormány a vasárnapi zárvatartáson. A Jobbik most ellenzi a törvényt, miközben még tavaly is kampányolt mellette. Pálfordulás történt. Két időközit a baloldal, egyet a Jobbik nyert. A radikális jobboldal szerint ők a második erő, a baloldal azonban 2018-ig felépítené magát. Kiválthatja le a Fideszt. Vendégeink Márton Roland, az MSZP alelnöke, és Mirkocki Ádám, a Jobbik szóvivője. Négy szakszervezeti konfederáció esett neki a Liga szakszervezeteknek. Szerintük Gaskóék uniós pénzből vásárolják ki a tagságukat. A Liga azért közösen ünnepelné a május 1-jét. A kormány megszüntette az érdekegyeztetés korábbi rendszerét, egyre kevesebb fórumon hallathatják hangjukat a szakszervezetek. Mi lesz így a munkavállalói érdekekkel? Vendégeink Varga László, a SZEF elnöke, és Gaskó István, a Liga elnöke. Jó estét kívánok, ez itt a Hírvita. A vasárnapi boltbezárással kapcsolatosan újabb törvény született, szigorító törvény, amely azt mondja, hogy a világörökség részén sem lehet vasárnap nyitott tartani. Megmondják, hogy valamennyire enged is, mert hogy korábban nyithatnak a boltok. Felmerült az Index hozta, hogy a Jobbiknak ez ügyben is változott az álláspontja az elmúlt időszakban, de hát itt van a Jobbik képviselője, és akkor el is mondhatja, hogy ez miért történt. Úgy tudjuk, hogy a Jobbik korábban harcolt a vasárnapi boltbezárás ellen, most mintha kicsit csöndben lenne, a törvény megszavazásánál pedig tartózkodott. Jó estét kívánok, így van. Hát annyiban pontosítanám azon a bizonyos hírportálon megjelent, hát hogy is mondjam, tényeket, idézőjelbe teszem a tényeket. Természetesen a Jobbiknak volt egy határozott álláspontja a vasárnapi zárvatartásokkal, nyitvatartásokkal kapcsolatban. Ahogy mi a jelenlegi politikai frontot látjuk, mi ugye korábban is úgy fogalmaztunk, hogy a két szélsőséges álláspont között volt a mi és van a mi javaslatunk. Ugye az egyik oldal a kormány gyakorlatilag 100%-ban tilt mindent, ami vasárnap kereskedelemmel kapcsolatos, tehát egy teljes hermetikus boltbezárást javasol, míg a másik oldal, az ellenzék másik térfele, az MSZP vezetésével, ők pedig azt mondják, hogy gyakorlatilag minden legyen nyitva, és kvázi elveszik azt a döntést, vagy azt a szabadságot a döntéssel kapcsolatban, hogy valaki eldönthesse, hogy dolgozni szeretnék vasárnap, avagy szabadidős tevékenységet folytatni. Mi próbáltunk egy köztes megoldást javasolni, már 2010-ben is ez volt a programunk, és ez végül is olyan konszenzusra jutott, hogy 175 négyzetméter alatti boltok lehetnének nyitva, amivel elsősorban a családi és a kisközepes kereskedelmi cégeket és vállalkozásokat hoztuk volna helyzetbe, és értelemszerűen a nagy multik lettek volna zárva, de hát sajnos ez az álláspont ez elvérzett. Annak idején terjesztetében jól emlékszem, lehet, hogy nem, de akkor kijavít, hogy Szent István óta tudjuk, hogy a vasárnap az a szünnap kell, hogy legyen. Ilyen szempontból mit számít az, hogy most a négyzetméter alapon a hát sokat számít, tehát mi nem szeretnénk azt, amit a kormány most csinált, hogy gyakorlatilag minden családi vállalkozást, hát ha nem is tönkretett, de jelentősen rontott az anyagi lehetőségeiken, és a bevételi forrásaikon azzal, hogy vasárnapra is megtiltotta nekik a nyitvatartást. Mi azt szerettük volna, hogy ezek az önálló kis családi vállalkozások, kisközepes vállalkozások, akik néhány főt foglalkoztatnak, ezek eldönthessék, hogy nyitva szeretnének lenni, avagy nem. Akkor nézzük meg, hogy mit lesz erre a szocialista párt. Itt van egy politikai helyzet, a kormány bezárja vasárnap a boltokat, a Jobbik tartózkodik ebben, önök pedig ellene szavaznak. A politikai hasznot ki tudják-e ebből facsarni, vagy nem fog sikerülni? Jó estét kívánok én is a tévénézőknek. Azt látjuk, hogy a belső háborúskodásával elfoglalt és az egyre sűrűbben korrupciós botrányokba fulladó Fidesz kormányzás egyre többször támaszkodik ebben a helyzetben a Jobbikra, és ez a két párt gyakran egymás politikáját támogatja, vagy éppen valósítja meg. Így van ez a vasárnapi boltbezárással is egyébként, mert hát nem csak az Index hozta ezt címlapon, de másfél-két hónappal ezelőtt én magam is, de több pártársam megszólalt ebbe az ügybe is tartott sajtótájékoztatót, hiszen 2010. november 24-én adott be a Jobbik öt képviselője
egy törvénymódosítási javaslatot már a KDNP-vel szinte együtt a vasárnapi boltbezárásról, akkor ezt a fideszes többség nem képviselte, majd most ősszel előkerült ez a téma. Azóta egyébként nem világos a Jobbik álláspontja, hogy akarja ezt vagy nem, mert hol ezt nyilatkozza, hol éppen az ellenkezőjét, egyik lábáról a másik lábáról áll, láthatóan kényelmetlenül érzi magát ebben a helyzetben. A mi álláspontunk világos, és ne keverjük a szezont a fazonnal, tehát a vasárnap az munkaszüneti nap nagyon régóta, a szombat is szabad nap. Tehát a magyar munkavállalók döntő többsége nem dolgozik a hétvégén, sem szombaton, sem vasárnap. De bizonyos munkacsoportokban, így a kereskedelemben van vasárnapi, volt eddig vasárnapi munkavégzés, és mi támogatjuk is azt, hogy legyen egyébként a felmérések szerint, és az én tapasztalatom alapján is az emberek többsége ezen a véleményen van Magyarországon, mert ez zavarja, higgy el, képviselő úr, a kereskedelemben dolgozó embereket is, akik így nagyon jelentős bérpótlékoktól esnek el egy olyan munkakörben, egy olyan munkacsoportban, ahol jellemzően nincsenek túlfizetve a magyar emberek, mint például a kereskedelmi alkalmazottak. De nagyon nagy mértékben zavarja ez egyébként a hétvégét pihenéssel tölteni kívánó magyar embereket is, hiszen ők is jellemzően olyan bérszínvonal mellett kénytelenek dolgozni és élni, amely nem teszi lehetővé, hogy a szabad idejüket nagyon tartalmasan tudják eltölteni. Számunkra az egyik legfontosabb kikapcsolódás volt ezeknek a kereskedelmi egységeknek, plázáknak, vagy éppen bevásárlóközpontoknak a látogatása. Ettől elesnek. Tehát a kereskedelemben dolgozók és az összes többi magyar ember sem támogatja ezt az intézkedést, kimondottan zavarja. Ez egy kicsit szélesítsük a kört, ha lehet, hogy Márton képviselő, Márton úr, azt nem mondtam, képviselő igen, nem vagyok képviselő, de nem a parlamentben, hogy ő utalt arra, hogy van együttműködés a Fidesz és a Jobbik között. Én Török Gábornak a Facebook bejegyzését tudnám hozni tavalyi év végén, aki arról értekezett, hogy feltűnően sokszor segít a Jobbik a kétharmados törvények meghozatalában a Fidesznek. Ez mondjuk nem mond ellent az alapelveknek, amit a Jobbik hozott, hogy a mindenkori kormány, jobboldali kormánynak a lelkiismerete kíván lenni úgy, hogy közben a baloldalt ki akarja meg a liberálisokat túrni a hatalomból, de hogy vállalja is-e ezt? Vagy csak ilyen furcsa módon történik, hogy néhány képviselő valahogy mindig távol marad a szavazástól. Na, világos, és köszönöm a felvetést, mert itt pontosítanék is rögtön. Tehát ez, amit Török Gábor tavalyi év végén írt, akkor még megvolt a Fidesz kétharmada. Tehát egyetlen egy olyan eset volt, amikor egy képviselőnk hiányzása miatt lett meg a kétharmados törvény. Több esetről ír, de... Hiába ír a bárki több esetről, tehát a Jobbiknak volt egy nagyon határozott állásfoglalása 2010-től, amióta parlamenti párt vagyunk, hogy ami szerintünk és az általunk képviselt emberek szerint a nemzet, az ország vagy a gazdaság érdeke, azt támogatjuk. Érkezzen az jobbról, érkezzen az balról. Ebből a szempontból a Jobbik, én azt gondolom, hogy Magyarországon a legkövetkezetesebb párt, hiszen akár MSZP-s javaslat volt, akár LMP-s javaslat volt, akár Fideszes vagy KDNP-s javaslat, ha mi azzal egyetértettünk a programunkkal stimmelt, akkor azt támogattuk, és nem azt néztük, hogy ki nyújtotta be. És az támogatásunk március 3-án, amikor Jobbikos hiányzóval fogadtak el két az nem, volt, hogy... az nem volt támogatás, az egyértelmű, ott világosra tettük, hogy, és meg is büntettük a delikvens képviselőnket. Ez egy nagyon sajnálatos eset, egy magánéleti, hát szerencsére nem tragédia, de egy nagyon komoly probléma miatt nem volt jelen. Ezen múlt, ezt elmondtuk, hogy itt szó nem volt semmilyen támogatásról. A magyar emberek minden nap életét és jövőjét érintő több fontos kérdés volt az elmúlt hónapokban. Itt a december hónapban a szociális törvények elfogadása esetén volt az, amikor Vona csak Gábor, a Fidesznek önmagában meg volt a kétharmada, tehát olyan szempontban ne csúsztassunk. Lehetővé, hogy átmenjen és többséget kapjon. Az, hát dehogy nem igaz, mert 2014 decemberében a Fidesznek meg volt a többsége. Hát egy sajnálatos haláleset, ami egyébként időközi választást is eredményezett, aztán Veszprémben nem volt meg az már nem tudott a képviselő úr bejárni a parlamentben. Így van, így van. Hát, így van. Hadd mondjam végig, és hogy a másik fontos téma, amiről a szerkesztő úr is szóba hozott, az a paksi szerződés 30 évre történő titkosítása. Nem szavaztuk meg. Ugyancsak egy távolmaradással biztosították ezt a lehetőséget. Na, itt álljon meg a fáklyás menet, és akkor hagyj pontosítsam önt. A paksi titkosítást vissza lehet nézni a parlamenti jegyzőkönyveket, a parlamenti szavazásokat, a paksi titkosítást a Jobbik nem szavazta meg. Tudja, melyik ellenzéki
képviselő volt az, aki nem nyomott gombot, pedig bent volt. Ez Heringes Anita, az MSZP képviselője. Tőle kellene megkérdezni, hogy ő vajon paksiként, a paksi MSZP elnökeként, országgyűlési képviselőként miért nem mondott egyértelmű nemet a paksi szerződésre? Nézze. Ő volt az egyetlen ellenzéki, aki nem nyomott gombot. Az atomenergia kérdésében egy legitim vita van a Magyar Szocialista Párton belül. Jó, csak ne hazudjunk, ez egy súlyos kérdés, amit szerintem a magyar társadalomnak is le kellene folytatnia. Ebben együtt egyébként nem ment volna át a titkosítás, hogyha ez a távolmaradás nincs. De újra hagy pontosítsak, a paksi titkosítás nem volt kétharmados szavazás. Az egy sima, egyszerű, többséges szavazás volt, ahol nem kellett a Fidesznek segíteni. De még egyszer mondom, a Jobbik nemmel szavazott, nyugodtan visszanézheti bárki a jegyzőkönyveket. Egyetlen egy ellenzéki képviselő kvázi gomb nem nyomással támogatta, az az MSZP és a Heringes Anita. A Paks kérdésében elég közel van a Fidesz és a Jobbik álláspontja egymáshoz, mint hogy egyébként abban is, hogy az Oroszországhoz fűződő viszonyt is nagyon hasonlóan látják, hiszen olyan orosz barát politikát visznek, Vlagyimir Putyin érdekeit kiszolgálva, amire állítjuk, hogy idegen érdekeket képvisel. És ez is egy olyan fontos kapocs, sok minden más, mert például a vasárnapi boltbezárás ügye, ahol a Fidesz-Jobbik politikája között én nem látok különbséget, hiszen a magyar emberek sem látják ezt a különbséget. Úgyhogy ezekre azért jó lenne világos választ. Erről az orosz barát politikáról mi az álláspontja? Ismerem a Jobbiknak a hivatalos álláspontját, mondjuk az orosz agresszióval kapcsolatban, amit Ukrajnával tehát, hogy ebben semlegesnek kell maradni, de azok a... Minden nemzetközi konfliktusra ezt mondjuk, tehát ez nem Oroszországnak szól, vagy Ukrajnának így. Igen, hát kérdés az, hogyha velünk szemben lenne agresszió, mit szólnál, mások semlegesek lennének, de azt hadd kérdezzem meg, hogy sokszor felmerült, erről tanulmányok szólnak, ide tudnám idézni, meg hát Kovács Béla, mint jelenség a Jobbikon belül, hogy milyen a szemében néztek, de igazából semmit nem kezdtek vele. De 2010 előtt a legnagyobb támogatója volt a Jobbiknak, és ma már az ügyészség vádolja azzal, hogy orosz kém. Tehát, hogy az Oroszországhoz való viszonyt a Jobbik akarja tisztázni, vagy ebben a homályban akarja tartani, elmegy a krimi népszavazásnál például megfigyelőnek, amennél látjuk Franciaországban botrány lett belőle, hogy a francia megfigyelő párt pénzt kapott az orosz oldalról. Akarja a Jobbik egyértelműen tisztázni Oroszországhoz való viszonyát, akár igen, vagy akár nem irányba, vagy marad ez a homályos megközelítés. Gyorsan reagálnék is, mert ez kicsit olyan a szerkesztő által fölvezetett kérdés ugalmazása, mintha mi pénzt kaptunk volna az oroszoktól, tehát szó sincs róla sem oroszoktól, sem irániaktól, sem románoktól, sem szlovákoktól, senkitől nem ezt kapott egy... Ezt nem pontosan tudja, tehát ő látta, hogy így van. De meg kell nézni az állami számvevőszék minden éves jelentését a Jobbik gazdálkodásáról, elég világos, külföldről 10 fillér támogatásunk nézze, most nem volt. Átlátszó, most kérte ki az önök pártalapítványától, hogy tisztázza már, hogy mire költette a pénzt. Minden pártalapítvány megadta, önök arra hivatkoztak, hogy nem kell kiadni, mert nem közérdekű adat. Adat és perre mentek önökkel. Meg fogják kapni, nem nyilvánosak hát, a nyilván, pénzügyet, hát azért mi nem szeretnénk, mi tudjuk. Nem én vagyok a gazdasági igazgató, de pontosan tudom, hogy külföldről, és hogyha most orosz példa volt konkrétan, Oroszországtól nem kaptunk pénzt, ugyanúgy, ahogy az ön által említett francia akkor párt. Mentek, ők egy, hite, ők egy orosz mentek. Banktól vettek föl hitelt. Akkor ingyen mentek, mert a krimi népszavazás. Nem tudom, hát ezt senki nem kapott semmi pénzt, csak oda mentek segíteni. Én egyszer voltam az elmúlt 5 év során egy külföldi választási megfigyelésen, az ellátáson kívül semmifajta juttatás nem volt. Vélelmezem szerintem ez itt is így volt, de még egyszer nem én voltam, tehát ebben érdemben nem tudok nyilatkozni. Nagyon meglepődnék, hogyha ezért bárki pénzt kapott volna. Ami az oroszokkal való kapcsolatot illeti a Jobbik esetében, ezt kezdettől fogva világossá tettük, itt nem ideológiáról, nem politikáról van szó, itt kőkemény energiabiztonságról és gazdaságról. Mi azt látjuk, hogy a rendszerváltás után egyoldalúan felrúgtuk, vagy mondjuk úgy, hogy hermetikusan lezártuk a keleti piacokat, a keleti országokkal való kereskedelmet, és mi ezt szeretnénk mondjuk úgy, hogy egyensúlyba hozni legalább a nyugati országokkal szemben. Az pedig, hogy jelenleg Magyarországon az orosz gázt semmivel nem lehet kiváltani, ezt nem velem kell vitatkozni, tehát ez a napnál világosabb minden magyar ember nincs számára. Nincs is vitánk. Így van, de ezért megint összekeveredik, hát a keleti piacok elvesztése az egy fájó pont a magyar gazdaságnak, de a kereskedelmi kapcsolatokat nem szabad összekeverni azzal a kőkemény politikai támogatással,
amit a Fidesz is, és akár a Jobbik is megad Oroszországnak. Hát például azt a segítséget, amit az ukrán invázió legitimálásával kapcsolatban más szélső jobboldali pártok együtt a Jobbik is megadott. Jól hívta fel a figyelmet a szerkesztő arra, hogy a francia szélsőséges párt a Nemzeti Front esetében kiderült, hogy ez 9 millió euróba. Egy hitelfelvétel, mi közünk van nekünk a francia párthoz, akikkel semmilyen kapcsolatunk. Biztos vagyok, hogy előbb-utóbb az is ki fog belülni, hogy a Jobbikot hogyan finanszírozzák. Én meg azt kérdezem meg, hogy amikor egy... Lehet, hogy ez még először pereskedni kell, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ki fognak derülni ezek az adatok. Hogy, de akkor tudja... utána eljön ide és elmondja, hogy bocsánatot kérek, hogy nem így van. Ki tudja elmondani a Magyar Szocialista Párt, hogy mondjuk a Jobbikkal nem lépne koalícióra? Ezt csak azért is kérdezem, már rögtön megelőlegezem. Mert hogy Tapolcán meg akarták verni a Jobbikot, nem tudták megverni a választáson, közben magában a településen Jobbik-MSZP koalíció van. Jobbik-MSZP koalíció nincsen, szerkesztő, ezt így nem lehet kijelenteni, de nagyon sok olyan példát tud hozni. Én önkormányzati képviselő vagyok Székesfehérváron. Ott olyan napirendek vannak egy-egy városi közgyűlésben, hogy melyik utcát kell felújítani, vagy hol kell kicserélni például a lámpákat, vagy hol kell a térköveket kicserélni. Ebben nagyon könnyű azonos álláspontra helyezkedni más politikai műhelyekkel. Tehát önkormányzati politikában nagyon gyakran előfordul az, hogy egy-egy közgyűlés napirendjének a többsége az egyhangú szavazás van Fidesz-szel, MSZP-vel, hát a városban Jobbikkal. Tudják, hogy a Fidesz-szel szoros ezt koalíciónak beállítani, az szerintem nem szerencsés, és a helyi politikában sokkal nagyobb az átfedés a helyi érdekek képviselete és a játéktér. Ez az országos politikában nem összevethető, kizárt az. Ja, nézzük meg a következő. Bocsánat, ehhez még annyit hozzáfűznék, hogy ezt én is meg tudom erősíteni, hogy koalícióról természetesen szó nincs, de ugyanígy az butaság, hogy egy-egy szavazás után bármilyen olyan, hogy is mondjam, együttműködést vizionálni, mintha az egy szoros kapcsolat lenne, ez nem életszerű. Hát most teszem hozzá, most mondhatjuk akkor, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció és a Fidesz koalíciót kötött, hiszen az iszlám állam elleni magyar katonai szerepvállalás, így lett meg a Fidesz kétharmada. Jó. Nézzük meg, én azt javaslom, belemerülhetünk a tapolcai vitába is, hogy milyen szoros az együttműködés, mert mennyire nem, de én azt javaslom, hogy nézzük meg a második témánkat, jó, ami 2018-ról szól. Két időközit a baloldal, egyet a Jobbik nyert. A radikális jobboldal szerint ők a második erő. A baloldal azonban 2018-ig felépítené magát. Kiválthatja le a Fideszt. A Jobbik középre tart, ha jól értem. Kimondhatjuk? Tehát, hogy önök politikát váltanak? Stílust. Stílust váltanak? Én azt gondolom, hogy van egy kommunikációs stílusváltás 2012 óta. Uh-huh. És hogyha mondjuk azt mondja a parlament alelnöke, azt kiszivárgott felvételek szerint, hogy én nem hiszem, nem hittem el, ugye a betyásseregnek, amivel érdekes a kapcsolat a Jobbiknak, hogy én nem hittem el sokáig, hogy cigány származású Orbán Viktor, de igen, az anyja cigány, hogyha ilyeneket hallunk, akkor ez azt jelenti, hogy vadhajtás és önök lenyírbálják, ahogy az elnök úr mondta, és meg fog történni először a Jobbik történetében, hogy valakit ilyen gondolatok miatt zárjanak ki, vagy azért maradnak ezek a politikusok, az ilyen típusú politikusok a Jobbik környékén, és közben így próbálnak középre menni. Azért azt szeretném leszögezni, hogy egy furcsa körülmények között fölvett magánbeszélgetésből ne vonjunk le olyan következtetéseket. De mond ilyeneket magánbeszélgetésben? Nyilván nem, de teljesen, tehát nem ismerem a teljes beszélgetést, nem tudjuk a szövegkörnyezetet, hogy mi és hogy hangzott el. Egyébként meg ebben a kijelentésben én nem látok semmi olyan problémát, ami miatt bárkit ki kéne zárni, hogyha valaki azt állítja, hogy én nem hittem el, hogy XY az, aztán kiderült, hogy mégis. És akkor mi van? Tehát én nem beszélgetnek ilyenekről? Általában hát ezt tudni kéne, hogy ki kérdezett tőle is mit. Tehát itt hallani kellene, hogy mi volt a beszélgetés. Témák szoktak lenni. Nem téma. Én azt hiszem, hogy ha van egy pártnak 10 akárhány ezer tagja, akik használják a különböző internetes felületeket, hozzászólnak, kommentelnek, elkerülhetetlen, hogy legyenek olyan vállalhatatlan... Itt a parlament alelnökéről beszélünk. Igen, a parlament alelnökéről beszélünk, aki egy magánbeszélgetést folytat, és nem tudjuk, hogy milyen kérdésre válaszolta éppen ezt. Jó. Tehát az, hogy egy beszélgetésből kiragadunk egy mondatot, szerintem ezt mindenkivel meg lehetne csinálni. Mit szólnak ahhoz, hogy a Jobbik vetétársa lehet a baloldalnak a Fidesz lecserélésében 2018-ban?
Ez a Magyar Szocialista Párt kudarca? Még egy mondat elejéig, mert reggelig idézhetnénk egyébként különböző gyűlöletre utaló megjegyzéseket a jobbikos politikusoktól, de azért azt engedjem el képes, hogy ezt elősen fordulhat, és érdekes mondom, sosem derül ki más pártok politikusai, vagy akár magam beszélgetésben rasszizmust. Meg is lett szerintem azonnal, egy napon belül a korrekt eredménye, mindenhonnan el lett távolítva az ember a Magyar Szocialista Párt kötelékéből, és nagyon helyesen cselekedte ezt az akkori vezetés. De a szerkesztő úr lényegi kérdésére visszatérve. Szanyi Tibor. Három, folytathatjuk ezt, csak akkor jó, csak mondom, hogy nincs következmények. A kérdésre. Szanyi Tibor egyébként nem rasszista, tehát ez sok mindent lehet mondani a Tibor, de ez biztosan nem. Hogy a három időközi választásnak valóban van olyan tapasztalata, bár ugye az első kettőben a baloldal tudta nagyon keményen megverni a fideszes ellenfelét az újpesti vagy akár a veszprémi időközi választáson. A Tapolcai, Veszprém megyei hármasban egy három osztatú választókerületben ugye a Jobbik került ki győztesen ebből a megmérettetésből, de a kutatás eredmények is azt mutatják, hogy egy három osztatúvá alakuló politikai térben fog, azt gondolom, a 2018-as választás is eldőlni, ebben a Jobbik tagadhatatlanul erősödik. Megvan ebben mindenkinek a házi feladata, én az MSZP alá vagyok, akik nyilván ezért felelek és ezen dolgozom. Egy három éves tervben gondolkodunk, a 2014-es kudarc után talpra kell állítani a baloldali politikát Magyarországon. Ez az év még az erősödés, és annak a víziónak az építésenek az éve lesz, amivel egy élhető, modern Magyarországot felépíthetőnek gondolunk. Ezen nagyon sokat kell egyeztetni még a magyar emberekkel, és aztán 2016-17 már a további felkészülés, és azt gondolom, hogy 2017-ben egy előválasztással tudjuk sikeresen kiválasztani azokat a jelölteket és politikusokat, akik eséllyel fognak kínálni baloldali alternatívát. De a Jobbik most népszerűbb önöknél. Nem nehéz ez a néppártiság, meg ez a középre tartás, mondjuk például itt annál az egyéni jelölt győztesnél, Tapolcai győztesnél, aki a saját Facebook oldalán azt írta, hogy a zsidók biológiai fegyvere a cigányok. Hát nem ő írta, hanem megosztotta egy olyan internetes cikket. De ez azt jelenti, hogy ez már vadhajtás, és azt mondják, hogy köszönjük, nem kérünk belőle, vagy ez még nem. Tehát még egyszer mondom, arra fölhívtuk a figyelmet, és az elmúlt időszak után különösen, hogy mindenki legyen már a saját bölcsességének megfelelően körültekintő, hiszen jól láthatóan a tizen akárhány ezer tagunknak a Facebook oldalait, meg különböző felületeit szó szerint vadásszák az újságírók, hogy mikor. Hát azért ezt a buzgalmat más pártok esetében nem látom, de én szeretnék a lényegre visszatérni, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy eltelt 25 év a rendszerváltástól, és van két velejéig korrupt politikai elit, az egyik az MSZP, a másik a Fidesz, akik ezt az országot odajut tattak ahová. Nem kell szégyelni magunkat azért. Minden, emberek letolvajoznak. Soha nem loptam el semmit képviselni. Én egy politikai elitről abba beszéltem, hogyha figyelmesen meghallgat, akkor beszélni ilyen tényekről. Hogy vannak, ne lehetne? Hát amikor önök minket náciznak, vagy fasisztáznak, akkor én is kikérhetném magamnak percenként. Minden esetben konkrét ügyre hivatkozása. Jó, akkor mondok konkrét ügyet. Tisztességes magyar ember vagyok képviselő. Én azt mondtam, hogy van egy korrupt elit, mind a Fidesz, mind az MSZP, bocsánat, én ezért ezt kimerem jelenteni. Az elmúlt 25 év során ezt az országot, Magyarországot az elmúlt 25 év során nem a Jobbik juttatta oda, ahol most van. A magyar emberek nyomorát nem a Jobbik idézte elő, sem a közi... Na, majd megnézzük, bocsánat, már végül a műsorban, megnézzük majd, hogy a következő kormánynak elő ezt a nyomort mennyire tudja megszüntetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. A nézőknek a figyelmet. Lesz egy rövid szünet, és utána folytatjuk a hírvitát.